Sziasztok, ez itt újra a VR. Írtuk, vagy írtam Twitteren, nem emlékszem rá, hogy, hogy csinálunk egy vlogot erre a hétre. Megint pontosan nem tudjuk, hogy miért egyébként. Ez mindig csak úgy jön. Csak mostanában úgy éreztük, hogy nagyon sok minden történt velünk itt a csatornán, mármint így velünk konkrétan, meg abban, ahogy csináljuk a dolgokat, hogy talán érdemes volna beszélni valamennyit. Így van, ez vagy, mindig fontos. Vagy csak szerintünk jobb nekünk, hogyha beszélünk róla. Mindenki szerint jobb. Csak tudjuk, hogy sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy mi újság, mi a helyzet, így néha-néha. És hát a social oldalakon, Facebook, vagy akár Twitter, ha már az talán egy kicsit jobban, kezelhetetlen a helyzet. Tehát gyakorlatilag próbáltuk egy kicsit tempózni a Facebook üzenetekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ilyen 20%? 16%-os a response rate-et. Sikerült elérjük, igen. Úgy, hogy gyakorlatilag mind a ketten rajta voltunk, hogy válaszoljunk így napközben az üzeneteinkre, de nem tudunk. Tehát ez nem megy. Egyszerűen nem megy. Nézegetjük, próbálunk reagálni, de a legtöbb üzenetre egyszer lehetetlen. Igen, igen, és ezt úgy, hogy hogy azokra az üzenetekre, hogy van kett már jó, azokat meg sem nyitjuk nyilván. Azt persze, tehát csak az értelmes kérdésekre, és így sem megy. Nem. Nagyon nehéz. Nem, ez nagyon nehéz, igazából rengeteg sok üzenetet kapunk tőletek, ami nem baj, mert mi nagyon örülünk neki, csak azért is gondoltuk, hogy néha egy ilyen vlog jól jön, mert volt már ugye sok, mert nehéz így egyenként megbeszélni veletek. Az biztos, az biztos. Köszönjük szépen azoknak, akik jelentkeztek adminnak, olyan is volt. Ja igen, meg segítséget akartak. Nem tudom, mindenkinek megmondtuk, vagy nem tudom, mindenkinek megmondtuk-e, de nagyon köszönjük a segítséget, tehát azt, hogy ti felajánlottátok ezt. Majd szólunk, ha szükségünk lesz rá. Igen, igen, igen. Most még nincs. Magával a moderálása nincsen gond egyébként. Tehát, hogy értitek, hogy most tőlünk kérdeznek valamit közvetlenül, akkor egy harmadik fél arra nem tud válaszolni. Igen. És a moderálása meg nincs gond. Tehát, hogy nincsenek ilyen trollok nagyon a Facebook oldalunkon, úgyhogy tök király. Máshol se nagyon. Ja, máshol se nagyon, de hogy úgy mondom, hogy érted, azért kéne egy admin, hogy mondjuk moderáljon, vagy valami, arra nincs szükség. Nincs. Ja. Szóval beszéljünk arról, hogy hogy tetszik nektek ez az új rendszer, amit ugye, hát nem is tudom, mikor kezdtünk el, egy hónapja? Nagyjából egy hónapja. Január vége fele kezdtünk. Valahol ott körül kellett lenni. Ezt a két videó per nap, ugye előtte szóltunk is nektek vlogba, hogy ez a terv. Igen. Január 24-én kezdődött. Valahol egy hónapja. Igen, pontosan. Ott az ez a csaj be van baszva, annál a videónál kezdődött. 3 hete. Igen. Volt olyan szép videó, nem is emlékszem. Azaz. Igen, régóta tervezgettük már azt, hogy megpróbálnánk valami folyamatos dolgot vinni a csatornára, mint például ez is. Uh-huh. Biztos tudjátok, hogy az elmúlt két évben ígérgettünk egy csomó mindent, ami valójában nem ígérgetés volt, csak folyamatos próbálkozás. Próbálkoztunk dolgokkal, amíg vagy bejöttek, vagy nem. Na most úgy néz ki, hogy ez az egy hónapos próbakör, hát eddig így működik. Hagyjuk milyen áron, de működik. Működik. Úgyhogy sikerült tartanunk a videó számot úgy, hogy ne legyen magyarázkodás. Ja. Tehát olyan szinten, hogy megígértük, hogy napi 2 videó van, és össze is jön. Van, hogy pénteken előfordul, hogy vagy éjfélre, vagy szombatra csúszik a videó, ennek minden esetben a YouTube volt az oka, hogy lassan dolgozta fel a videót, mert gondolom észrevettétek azt, hogy igyekeztünk azokat a stílusú játékokat, amik minket nagyon érdekelnek, mint például milyen Layers of Fear volt, vagy a Hitman, azonnal feltölteni nektek. Tehát ahogy megjelenik a játék, mi próbálunk vele játszani, és hát ugye beletartozik ebbe az, hogy munka van, munka után 5-kor felvétel, aztán az egy óra, vágás, aztán renderelés, aztán feltöltés. Igen, és így este 10-ben. Így... Akkor nincs semmi gebasz, ami ritkán van. Ami ritkán van, és általában azért kerül neki nagyon későn ezek a videók, mert az idő. Igen, az idő miatt, de azért igyekszünk. Szóval, most jelenleg sikerült tartanunk ezt a heti 2 videót. Mindkét fajta közönségünknek megpróbáltunk megfelelni. Az építőjellegi kritikákat egyébként nagyon-nagyon jól fogadjuk, akik szerint, mit tudom én, tehát akiknek vannak olyan építőjellegű hozzászólásaik a játékokkal vagy a videókkal kapcsolatban, azt nagyon szívesen fogadjuk. Aki azt mondja, hogy csak végigjátszás van. Pont olyanok vagytok, mint a többi videós. Ja, igen, ezt én is olvastam. Na kérlek szépen, mivel hogy kulturált emberek vagyunk, igen. Ezeknek üzenem, hogy bazd meg. De amúgy nyugodtan, tehát ahogy bírod, érted? Amit csak tudsz, adj bele.
Mert úristen, na, nekem ettől megy fel a pumpa. Próbáljuk tartani azt, hogy a végigjátszás videóinkat próbáljuk folyamatosan feltölteni, próbáljuk, nem tudom, észrevettétek-e, a minőséget tartani, mindegyikre zárást csinálni, hogy legyen egy folyamatosság. Igen, benne. És mindegyik meg van vágva. Igen. Nem csak felveszünk, és így kirakunk. Igen, tehát ezekre is próbálunk odafigyelni, illetve tartjuk azt, hogy egy, minden nap van egy végigjátszás videó, és minden nap van egy nem végigjátszás videó, ami ugye ugyanaz a stílus, amiket, amit mi szeretünk, és a többi, és a többi. És ezzel próbálunk úgymond megfelelni mindkét fajta a közönségünknek, aki ezt szereti, meg aki azt szereti, annak is. Igen. Mondom, tehát az, az olyan jellegű hozzászólásokat, hogy miért is több videó? Azért most nem, meg... az kevés. Mondjuk az igaz, volt, igen. Ez a, na mindig nagyon ezt hagyjuk inkább. De ezt mondjuk el, ez nagyon vicces. Ezt majd mindjárt kitérünk arra és akkor arról is beszélünk. Okay. Szóval ezzel kapcsolatban ennyit, hogy az olyan jellegű hozzászólásokkal, amik csak baszogatnak, azzal nem tudunk foglalkozni. Igen. Bocsánat. De nem tudunk foglalkozni vele. Engem az is zavar egy kicsit, valakik azt írják, hogy eltértünk az úttól, és már nem vagyunk. Ne. Az, aki azt írja, hogy eltértünk az úttól, azt valamilyen szinten értem, azért, mert változtunk. Szerintem nem negatív irányba. Viszont az, aki azt mondta, hogy csökkent színvonal, annak azt üzenem, hogy change of plans, bazd meg! Ahogy bírod, bazd ki! De komolyan bazd meg! Mert egyszerűen a tele van a tököm ezzel, érted? Hogy nem hiszem, hogy nektek meg kell magyarázni. Azt kell megértsétek, és az a lényeg, és arról akarunk beszélni, hogy mi a videókat nem azoknak készítjük, akik mondjuk most nézik ezt a vlogot. Igen. Azok közt vannak azok az emberek, akiknek ezeket a videókat készítjük, akik nézik ezt a vlogot. Csak hogy azok közt, akik nézik ezt a vlogot, és vannak olyan emberek, akik szállnak ránk. Nem nekik készítjük ezeket a vlogokat. Nem azoknak készítjük a videókat. Nem azoknak készítjük a videókat, akik azért jönnek ide, hogy lássák, hogy mit csinál már megint ez a két barom, vagy hogy őristen, már megint mi van. Hanem azoknak, akiket érdekel az, hogy mi van velünk, hanem azokat, akik értékelik a csatornát, és azokat, akik iszonyatosan sok támogatást küldtek nekünk szóban és írásban, azzal kapcsolatban, amit most csinálunk. Mert azért csináljuk folyamatosan ezt, az iszonyatosan sok, nagy mennyiségű videót, legalábbis szerintünk meg kurva fárasztó, mert láttuk az elejétől azt, hogy folyamatosan olyan kommenteket kapunk tőletek, amik támogatnak minket abban, hogy ezt csináljuk. És mi nektek csináljuk ezeket a videókat. Jaj. És direkt nem mondtam azt, hogy akinek nem tetszik, ne nézzem, mert én ilyet nem mondok. Mert nem erről van szó. Mi csak azt szeretnénk, hogy szeressétek a videókat, amiket csinálunk, mert mi rohadtul szeretjük őket, meg nagyon szeretnénk, ha tetszene nektek. Így van, és akkor nyomjuk, mint az állat naponta, mint az őrült, és akkor jön egy komment. Menj, slárítós videó. Ennyi. Ez, és ezek, így megmondom őszintén, kicsit ilyen demoralizáló. Igen, de ne értsetek félre. Itt most nem arról van szó, hogy senki ne ugasson bele abba, amit mi csinálunk, mert akkor hülyébb lesz. Nem, szó se róla, sőt, azt csináljuk, amit ti mondtok, pont azt. Több videót akartatok. Változatos videókat akartok. Van. Azt akartátok, hogy minél több mindent játszunk végig. Ugyanannyi idő alatt. Lett. Úgyhogy mi hallgatunk rátok. Így van. De abban nem tudunk hallgatni rátok, hogy hát, holnap lejön már a ládanyitás. Még elaludtatok? Ha itt van az új láda. Miért nem nyitod már ki? Azért. Azért nem nyitjuk ki, mert nem. Honnan tudod, hányat nyitottam eddig? Azt mondom már. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Nagyon reméljük, hogy minden oké, és igen. Nekünk nagyon tetszik, mondom még egyszer, a támogatás, amit tőletek kapunk, iszonyatosan jó dolog olvasni a kommenteket, főleg az elmúlt egy hónapban. Én azt gondolom, hogy az amúgy is pozitív közönségünk, amik ti vagytok, és az amúgy is, úgymond, ez a kicsit ilyen közösségi dolog, ami így a nézőközönségben kialakult felénk, ez talán még többet erősödött most a... Na most nagyon, egyértelműen látjuk, hogy nagyon sokan vagytok. Igen, akik ott vagytok, beszéltek egymással is, próbálunk kommunikálni veletek, ahol tudunk, és mindenhol reagáltak, és nézzük a videókat, ez nagyon-nagyon jó. Amint a végigjátszások végén szokott menni, tudod, amikor gondolkoznak, hogy igen. tetszik nekünk, kurva jó. Erre majd mindjárt ki fogunk térni egy pillanat, mármint a végigjátszások végével kapcsolatban, mert ezzel kapcsolatban van egy pár gondolat, amit kértek, hogy taglaljunk egy nagyon picit. Mindegy, az a lényeg, nagyon-nagyon jól esett nekünk a támogatás, és így aztán csináljuk, ameddig csak bírjuk, mert látjuk, hogy megéri. Pontosan. Oké. Végigjátszások. Igen. Igen.
azt mindenképp le akartuk tisztázni, hogy sem a Layers of Fear, sem a, az utóbbi időben, ami véget ért, sem a Layers of Fear, sem az Evil Within végén nem kezdtük el taglalni a videók végén azt, hogy mit látunk bele ezekbe a dolgokba. Azért, mert szerettük volna, hogyha agyáltal egy kicsit kommentekbe, meg megyek is vita, meg minden, és kurva jó merment, és nagyon tetszett egyébként. Nagyon tetszett. Igen, ezek a végigjátszások, hát maradjunk annyi, hogy egyik sem volt egyszerű. Mármint úgy, hogy egyik sem úgy ért véget, hogy a hős megnyerte a meccset, hogy hanem elég rázósak voltak. Majd belemegyünk magyarázásba. Nagyon remélem, hogy de azért én legalábbis nagyon nem szeretnék például az Evil Within-ről beszélni, mert rengetegen írtátok, hogy az Executioner-t is vegyük föl. Nem zárjuk ki, hogy ezt meg fogjuk csinálni, jó? Szóval nagyon remélem, hogy nagyon reméljük azt, hogy személyesen sikerül majd elbeszélgetnünk erről. Jó lenne, hogyha majd egy valahol, ahol általában szoktunk veletek találkozni, sikerülne időt szakítani egy kicsit ezekre a dolgokra, hogy ezt tök jó lenne. Mert ja. Nagyon szívesen, én úgy érzem, hogy nagyon klassz végigjátszások voltak mostanában, nem csak az Evil Within és Layers of Fear tekintetében, hanem sok minden volt, ami nem volt egyszerű, és szívesen vennék részt csak veletek, senki mással. Egy olyan jellegű kérdezfelelekben, vagy véleménycserében, amikor elbeszélgetünk ezekről a játékokról, mert nem egyen van miről. Van. Én a Firewatch-nál egy kicsit megtörtem ezt a dolgot, mert én a végén egy kicsit elemeztem, hogy igen, volt. Igen. De ott is mondtam is nektek, hogy írjátok le ti is a véleményeteket, úgyhogy persze, meg volt olyan, aki máshogy látta a játékot, volt. Meg máshogy kezdődött, ugye, stb. Igen, a Firewatch a másik dolog, amiről akartunk beszélni, ez egy kicsit hirtelen jött, ezt is eszméletlenül jól fogadtátok, és ezt nagyon-nagyon köszönjük nektek. Ugye ezzel kapcsolatban a sztori annyi volt, hogy rengetegen akartátok, hogy játsszuk a Firewatch-ot, uh-huh. Ami nem volt a figyelmünkön kívül, csak előre terveztünk időben videókat. Egyszerűen nem fért volna bele. És nem fért volna bele, nem csak az, hogy hova rakjuk ki nektek, hanem az sem, hogy mikor vegyük föl nektek. Igen. Teljes mértékben. De nem akartuk, hogy pont egy hozzánk ennyire passzoló játék kimaradjon. Ezért Jani megoldotta ezt a dolgot, mármint nyilván ja. Ugye... hát igen, nem volt egyszerű. És azért döntöttünk úgy, hogy egybe rakjuk föl nektek, mert a Firewatch nem egy hosszú játék, tehát tényleg nem egy hosszú gameplay, és tudjuk azt, hogy nem mindenki szereti ezt a fajta stílust. Ezzel gondoltuk, hogy hétvégén a legtöbb embernek van ideje, aki kíváncsi rá, az meg fogja nézni, aki nem akartuk ezt nektek hetek alatt húzni, halasztani. Persze. Ezért raktuk ki egybe. Egy dolog nagyon fontos. Ja, igen, ezt tisztázunk. Egy dolog nagyon fontos. Ebben nem lesz rendszer. Nem. Viszont nem ez az utolsó. Jó? Nem ez az utolsó, igen. Az nem ilyen biztos. Hétvégi... Nem tudjuk még, hogy fogjuk ezeket hívni. De ezek a hétvégi meglepetés sztorik, vagy végigjátszások. Ezek a hétvégi rohamok. Igen, amikor egy hétvégén kitalunk nektek egy ilyen egész végigjátszást, és akkor van lehetőségetek a hétvége folyamán esetleg végignézni egy játékot. Ezen gondolkozunk, de biztos, hogy ezek bejelentett dolgok lesznek valószínűleg, vagy nem. És hát nyilván nem minden hétvégén lesz ilyen. De nem. De ezt nem következő elkövetkező fél évben már. Igen. De biztos, hogy nem ez volt az utolsó, csak kérlek, ne számoljatok folyamatosan rá, mert ez biztos, hogy képtelenség. Ez egy kicsit nehéz. Nem tudom, hogy megszámoltátok-e, de az emiatt egy picit háttérbe szoruló jelenleg, de ez nem lesz így, te csatornán is vannak videók, és azon kívül a VR-on 10 videó van egy héten. Igen. Kicsit sok. Fogalmunk is, hogy? Ezen néha én is elcsodálkozom, hogy visszanézek, és tudom már így nem tudok lepörgetni ahhoz a videóhoz, amit keresek. Igen, mert ez nagyon durva. Tehát, durva. Pontosan tudjuk azt, hogy milyen 3 videót csinálni egy hétre, és néha azzal is meggyúlik a gond, hogy most milyen 10-et csinálni, azt nem tudom. Igazából ez az egész változás úgy nézett ki, hogy folyamatosan keressük ugye a saját határainkat. Igen. Mi úgy szoktunk fejlődni, hogy kitűzünk egy célt, ki kell tűznöd. Mindig kell legyen egy cél. Előtetek is. Mindig kell legyen egy cél, amit el akartok érni. Na, a mi taktikánk az, hogy ezt a célt, ezt durván fölélőjük. Soha ne tudjuk elérni. Belevünk egy számot, amit nem tudunk elérni. Igen. Azt a lehetetlen számot próbáljuk elérni, és félúton valahol ott lesz az igazság, ami valószínűleg több, mint egy reális cél. Pontosan így van. Úgyhogy most is ezt csináltuk, és így sikerült beállnunk egy olyan rendszerre, amikor sokkal többet csinálunk, mint gondoltuk volna.
De nekem nagyon tetszik. Így van, így van, így van. És írtátok sokan, hogy látjátok a videóban, hogy fáradtak vagyunk. Ez nem a videózás miatt van. Hát részben azért, de nem. De nem azt látjátok az arcunkon. Na, szóval volt, amit reggel vettünk fel például kurva korán, igen. És azt látjátok az arcunkon, hogy kurva álmosak vagyunk, szóval hasonló, szóval ne gondoljátok semmi rosszra. Igen. Nyugodj, egy másik nagyon fontos dolog, hogy ugyanannyira élvezzük most is, mint amikor két videót vágtunk egy hétre. Ha ne viccelj már! Jobban. Sőt, még szóval... jobban. Nem, komolyan. Azért, mert eszméletlen, nem. Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan nem tudtok, hogy milyen érzés az, amikor hatással tudsz lenni olyan szinten, hogy kitolsz egy videót, kitolsz még egyet, kettő volt egy nap, ú, de jó, hogy két videó volt, azt a rohan, de király, és mi ennek iszonyatosan örülünk, hogy belőletek kiváltunk dolgokat, és ez egy kurva jó érzés. Így van. Játszani meg eszméletlenül szeretünk. Így van, így van. Vágni nem? Nem, ez nem igaz. Nem vágni igaz, szeretünk. Vágni is szeretünk. De. Hogy ne szeretnék, az a legjobb dolog az egész. Így van, így van. Én imádok vágni is. Nem, egyébként vágni is ugyanannyira szeretünk, nem ezt akartam mondani. Annyi lényeg, hogy eszmetlen élvezzük még mindig. Nagyon élvezzük. A másik dolog, ja igen, ezt nagyon sokan írtátok valamiért, nem tudom, hogy miért. Uh-huh. Kérdezték, hogy is volt, várjál, hogy Pisti most megharagudott Janira, vagy valami ilyesmi volt. Hogy valami gond van köztünk. Nincs. Több videó, és nincs, ugyanannyira szeretjük egymást, mint az előtt. De nem úgy. Szóval srácok, tényleg nincs semmi gond. Nehogy azt higgyétek, hogy bármi gondol közöttünk, semmi, tényleg. Lehet, hogy álmosok vagyunk, vagy ilyenek, de amúgy minden fassa. Én nem tudom, melyik videóban voltam úgy, várjál? Nem tudom már. De meg most az meg, várjál. Hát az meg, hogy mondjuk Bloody Trapland vagy Jani V.S. Pisti közben én túlzottan felbaszom magam. Ó, bocsánat, sose volt egy ilyen. Ja, de nem tényleg nincs semmi gond, sem. Ne, dehogy is, nem. Nincs. Nem, szerintem nem egy ismeretlen dolog ez. Senkinek. Nem. Főleg egy ilyen játék. Igen, meg a Street Fighter végén is jó volt. Aj, hagyjába az meg azzal a játék alusta. De jó volt. Kedv van a még egy kamera, mert felveszem az arcodat, hogy ott kimentél és mondták, hogy vajon mi történt utána? Én szétrugtam a bútorokat. Kivért, hogy szétvert minden, de jó? Nem. Most egy nagyon fontos dolog eszembe jutott, amikor miközben beszéltél arról, hogy azok a nézők itt vannak most a vlog nézői között, akik tényleg nagyon-nagyon szeretem minket, meg azok, én ezt most csak így gondolom, igen. Erről akartam még beszélni, hogy sokan írtátok azt, hogy miért nem megyünk el az összes Play-re, meg hogy miért nem megyünk el minden rendezvényre. Erről amúgy is akartunk beszélni. Igen, erről amúgy is akartunk. Mondani, és nekem most az eszembe jutott, hogy észrevettem azt, és ez egy kicsit, ezért is mondtuk nektek az előző vlogban szerintem, azt, hogy ne számítsatok arra, hogy mindenhol ott tudunk lenni, mert kicsit azt érezzük a Play-iteken, szerintem most meg főleg, hogy sokan vannak azok, akik nem is néznek minket, nem is ismernek minket, és ők veszik el az időt tőletek, akik igazán néznek minket. Ez egy pontosan, ez egy nagyon fontos dolog. Biztos, hogy ott voltatok, és láttátok, és minket ez érdekel. Tehát komolyan. Amikor ott vagyunk Play-ten, és azt látjátok, hogy oda akartok jönni hozzánk, mert azért jöttetek oda, hogy találkozzatok velünk, és ott van egy ilyen kurva hosszú sor, úgy írunk alá, mint a gép, és majd mikor már majdnem ti jöztök, akkor szólunk, hogy oké, akkor most mindenki kapja be, mert lépünk a picsába. Na most, több mint valószínű, hogy legalább 200-300 ember volt abban a sorban előtted, aki már azért állt sorban, mert más is sorban. Pontosan így van, ezt észrevettük. És mi azt érezzük, hogy sok esetben, hogyha nagyon sok ilyen rendezvényre megyünk el, akkor a fél időnket olyan emberekkel töltjük, akik valójában nem néznek minket, és azoktól az emberektől vesszük el az időt, akik tényleg értékelik azt, hogy amit mi csinálunk, és akiknek készítjük a videókat. És ez elég szar. Nagyon durva. Igen, ezt nagyon észrevettük, és ott bukott ki amúgy a dolog annyira, ez ott vicces volt, de amúgy visszagondolom, a kurvára nem az. Uh-huh. Hogy amikor így rákérdeztem, hogy srácnál, hogy az kinek az aláírás, és akkor így mondja, hogy fogalmam nincs. ott álltak nála, hogy mondom, és ezt tudod, hogy én ki vagyok? Hát, láttalak már, és akkor így ennyi. Oké. Látok. Jó, Play-ten kértek autogramot a hangmérnöktől is. Ez igaz egy. Mert ott állt. Ez igaz. Ez tényleg így van. Ezért ez kicsit, hogy is mondjam, elveszi a kedvünket ezektől a rendezvényektől. Ott leszünk, valahol ott leszünk, de mindenhol nem leszünk ott. Ez biztos. Ez biztos, mert időnk sem engedi, mint látjátok, elég szoros a tempó. Uh-huh. Tehát most már azért egy kicsit mást jelent egy nap kihagyás. Ne is tudjátok meg, igen. Kettő meg pláne.
mindegy, de a rendezvényekkel kapcsolatban igen, mostanában ez a tapasztalatunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem leszünk ott legalább egy rendezvényen mondjuk egy fél éven belül. Biztos, hogy leszünk. Amit hogy egy fél évben, tehát a nagy pléten, a tavaszi és az őszi nagy pléten valószínűleg ott leszünk, de, és most mindenki hegyezze a fülét, ez majd akkor biztos, amikor szólunk. Így van. Oké? Okay? A debreceni plétekre szerintem majdnem biztos, hogy el fogunk menni, mert itt van a szomszédban. Igen. Tehát nyilván, ja. Nyilván. De mindig több mint valószínű, hogy ott leszünk Pesten, de nem tudjuk biztosra mondani, mert olyan hirtelen jönnek közben dolgok, hogy eszméletlen, meg tudjátok, hogy nekünk oda kell menni, meg onnan vissza kell jönni, meg blablabla, és ott aztán ez senkit nem érdekel. Úgyhogy, ja. Igen, de azt már most tudjuk, hogy ha megyünk is a nagy plétre, akkor nem úgy, mint ahogy eddig voltunk. Tehát, hogy nem fogunk rohangálni össze-vissza, mint a hülyék. Ja, azt hogy úgy mondod? Azt hittem, hogy igen, mert az előző plét egy káosz volt. Neki, ja, igen. Ez mindenképp, ez egy másik dolog a rendezvényekkel kapcsolatos, srácok, hogyha el is megyünk, akkor igyekszünk majd valahogy egy helyen lenni. Végig egy helyen. Igen. Tehát, hogy nem ez a... Nem leszünk gamer championök. Mert akármennyire is látjátok rajtunk azt, hogy frusztráltak vagyunk, mert na mindegy, ez egy nagyon érdekes fajta érzés, ami ilyen rendezvényen van. De rajtatok is látjuk, hogy tök izé, hogy most mi ott megyünk, meg minden, meg nekünk mennünk kell, nekünk meg kell mondani, hogy mennünk kell, ti nem értitek meg, hogy mennünk kell, úgyhogy akkor nem kell mennünk. És akkor így egy helyen vagyunk, és kész. Igen, és egy helyen leszünk, mert higgyétek el, hogy sokkal inkább mondjuk azt másoknak, hogy kapják be, mint nektek. Ez pontosan így van. És igen. Nem tudom, hogy emiatt miért kellett elteljen két év, de mindegy, leszarom. Nem tudom, ezt már hamarabb is megcsináltuk volna. Na mindegy, de rájöttünk erre legalább, úgyhogy most király lesz a következő. Ja, igen. Jó. Te mondanád ezt a szimkártyák is szépen, hogy a faszomba tudtad elhállítani? Az egy nagyon hosszú történet. Az egy nagyon hosszú történet, egy lyukba bedugtam, hogy elkezdtem mozgatni, és nem. Elhajlottam úgy. Igen, tényleg nem mond. Szóval, egy másik fontos dolog. Örülök, hogy érdeklődtök. Csomóan kérdeztétek, hogy mik a tervünk erre az évre. Mik a terveink erre az évre. És erről akarsz beszélni? Nem akarok beszélni, mert nem tudom. Hát én tudok sok mindent. Én is tudok sok mindent, igen, nyilván. Nyilván ezt így teljes egészében nem fogjuk megosztani veletek, mert egy csomó jó dolgot tervezünk az évre, amikre nem szeretnénk lelőni a poént. Nem is tudom, hogy fogjuk tudni kivitelezni, de durvák lesznek, igen. Durvák, igen. Maradjunk a gameplay csatornánál, azért, mert arra voltatok a legkíváncsibbak. Tehát ilyen dolgokra, hogy játék tervek, hogy ja, miket. Igen. Azt mindenképpen szeretnék elmondani azoknak az embereknek, akik ajánlanak nekünk játékot, hogy azok minden esetben hasznosak, és lehet, hogy csak egy évvel később használjuk fel őket, de mindig hasznosak, és igen. Azt nagyon köszönjük. Azt mondom, szeretnénk, ha tudnátok, hogy ezt a mennyiségű videót nem lehet ilyen intuitívan csinálni, hogy hú, most ez van, anyát, most gyorsan megyünk fel, nem, muszáj tervezünk. Tehát folyamatosan azzal tisztában léve, micsoda szó van, meg léve, te szar, te jó léve, de hogy csinálja ezt az agyam? De durva amúgy. Mindig leszarom. Én is szóval, szoktam ilyet amúgy. Igen. Annak tudatában, ez az. Ez a work. Annak tudatában, hogy mik jelennek meg, tervezünk minden köré mindent. Pontosan. Szóval általában be vagyunk táblázva, és az évre elég sok gémet terveztünk. Így van, amint megjelenik a Doom, gyakorlatilag év végéig doomozni fogunk. Nem, csak én. Igen. Mindig, az a lényeg, hogy úgy fogjátok már fel ezt az egész dolgot, a terveink nyilván arra vonatkoznak, hogy nagyon sok mindennel szeretnénk játszani, és nagyon sok mindent szeretnénk végigjátszani veletek együtt. Ahogyan volt régen heti 3 videónk, abban a stílusban, ahogy mit csináltok, az a heti 3 videó megvan most is. El van bújva. De ott vannak a csatornán. Azt kell megértsétek, hogy a nagy címek közül azok, amik minket érdekelnek, azokkal eddig azért nem játszottunk, vagy ha játszottunk is azért egy-egy részt, mert egyszerűen nem volt időnk többre. Uh-huh. Na, időnk most sincs több, de valahogy mégis több videó lett egy héten, úgyhogy most már van rá időnk. Ez teljesen. Ennek semmi értelme nincs, de mivel, hogy most már több videó van, így van időnk ezekre a dolgokra, amit mi egyébként rohadtul szeretünk, mert egyébként nem tudom feltűnted, amúgy mi nagyon szeretünk játszani. Ja. Eléggé. Úgyhogy nagyon-nagyon sok tervünk van idénre. A játéktervek között azt mondjuk, hogy rengeteg sok ugye triplás cím is van, és nem triplás cím is van. Azt tudnotok el, hogy nekünk így a megjelenési naptárban abszolút nem csak nagy címek vannak, hanem rettenetesen sok indie cuccot figyelünk.
dátumra pontosan tudjuk, hogy mikor fog érkezni. Általában próbálunk a fejlesztőkkel kapcsolatba lépni, hogy biztosak legyünk abban, hogy aznap meg tudjuk nektek csinálni. Lalalala. Nagyon sok mindent csinálunk a háttérben, srácok. Ja, nem elég a videó, nem? Imádom, amikor csak triplás játékokkal játszatok most már. Ennyi volt a csatorna. Ennyi volt. Vége van az indinek. Vége van az indinek. Meg a VR-nak. Ha lenne egy Oculus Riftem, csak azt nyomnám egész nap. És azt nyomnám egész nap, csak nincs mivel. Ja, egyébként igen, ez is egy fontos dolog. És akkor várjál, jön a kontroverszi, utána felkerül Janitól a két technolászt rész. Mi szar? Mi ez? Unalmas. Lassú. Lassú, unalmas szar. Az. Hallod? Igen, na mindegy. Ezért mondtuk azt, hogy mindenre nem tudunk hallgatni. Nem. Na szóval. Rengeteg sok mindent beterveztünk, mondom, nagyon-nagyon sok indit figyelünk. A nagy játékoknál indiknél is nagyon figyelünk a megjelenésre, illetve nagyjából áprilistól nyilván várhatjátok majd a VR-as tartalmakat is, hiszen akkor ugye elkezdenek majd előbújni végre. Igen, ezt mondtuk már nektek nagyon sokszor, hogy most ilyen VR előtti csönd. Igen. Van, amit most van a VR-os részen. Igen, azt előre látom, hogy csinálunk basszus 5 VR videót egy héten, azt így, hajj, nem csak ezt a szart kéne majd nyomni. Igen. Hol a kód? Igen, meg a Need for Speed. Most is megkaptuk, bazd meg, mi? Valami komment volt, hogy hallod, most mióta megy ez a cucc, srácok a csatornán. Hallod, amúgy nem ilyen szarsankkal kéne játszani. Ja. Ott a kód, meg a Need for Speed hol van? Igen, a Need for Speed hol van? Sokkal izgalmasabb. Uh-huh. Oké, okay, én ezt is megértem. De ráadásul valami olyan videó alá írt, amilyen full fasza volt, nem is tudom, ami volt. Na mindegy. Hallod, mindegy. Tök mindegy. Én rögtem. Én is rögtem amúgy rajta, csak hát néha nem értem. Na mindegy, furcsa ez. De jön az új Need for Speed, majd biztos írják sokan, hogy és elaludtatok? Figyelj, szerintem ez a vlog mondjuk, ha már így elkezdtünk beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem nagyszerű arra ez kérdés, csak hogy egészen biztosan nem fog játszani az új Need for Speed-del. Sajnos nincs miért. Engem abszolút nem érdekel. Valamikor ilyen 10 éves koromban érdekeltek utoljára az autós játékok? Hát nem, a régebbiekkel játszottam. Hát én is a régi Need for Speed-ekkel. A Most Wanted-ig. Te addig játszottál? Én tudod, meddig játszottam autós játékkal? Még 360-on a Forza Horizon 1-ig. És azt is úgy, hogy végigvittem, tök jó volt, nagyon tetszett, és a faszom ki lett. De úgy, hogy attól a ponttól, értem. Hogy így de még az a játék is nagyon bejött, és utána a következő autós játék nem is tudom mi volt, és így már így, lehet, hogy a Horizon, mert abban rohadt sokat kellett nyomni, és így teljesen kiégtem. Na mindegy. Úgyhogy igen, most sajnos személyes preferenciák is benne vannak. Benne. Van pofánk belevinni a saját ízlésünket is. Hát igaz, hogy szerintem, amit látok, az szinte mindaz. Mert azért olyan nagyon nem játszunk, amivel nem szeretnénk. Mert az így van. Tehát nagyon sok triplás cím megjelenik, vannak amikkel nagyon sokat játszunk, mármint hogy végigjátszunk, van amivel éppen, hogy csak van amivel egyáltalán nem. Ennek általában az oka, hogy nem csipázzuk annyira a gémet. És hát higgyétek el, hogyha olyan játékkal játszanánk, eddig még nem nagyon volt olyan gém a csatornán, ha olyan játékkal játszanánk, amit nem szeretünk, vagy nem jön be, azt látnátok rajtunk, biztos. Várjál, közben mondd tovább csak. Mondd tovább, közben hozom a Winchester-t. Srácok, miközben vlogolunk, másolunk, ez ilyen effektív időkihasználás. Ez van. Köszi. És erre mit kell felmásoljak? Tudod azt az izét, meg az izét. Szóval a hátralévő tervek a csatornán szerintünk nagyon izgi év lesz ez. Már eddig is egyébként valami eszméletlen ez az év a megjelenéseket tekintve szerintem. Kibaszott jó cuccok jelentek már meg az első két hónapban, ami azért elég kemény, és még ami kinéz így előre, azt inkább hagyjuk. Hogy nagyon durva lesz. Igen. Livestream. Ja, ez egy nagyon fontos kérdés a livestream. Rengetegen kérdeztétek, hogy ha egyszer valaha elérjük a 300 000 feliratkozót, mit fogunk csinálni? Nem tudjuk. Egy biztos. 24 órás live, most nem lesz. Nem, az nem. Több időnek kell eltelnie. Két 24 órás az live. Az a baj, hogy túl friss volt még ez az élmény. Mi mindig érzem magamban ezt a 24 órás live-ot valahogy. Én is érzem, testügyileg. Ha annyira érzem ezt a hajnali négyet, amikor nyomtuk a dörti magot, hogy megyek, Pist. Mindegy, de kurva jó volt egyébként veletek. Tényleg eszmetlen volt, és tudjuk, hogy nagyon sokan velünk voltatok végig. De biztos, hogy nyomunk valamit a 300 ezerre. Valamit fogunk csinálni, nem tudjuk még, hogy mi lesz. Egy 12 órás live. Az nem olyan hosszú amúgy. De abban semmi pohé sincs. Na igaz. Na mindegy. Szóval, livestream, hogy mikor lesz legközelebb livestream?
Azt nem tudjuk még, hogy mikor lesz legközelebb a livestream, de azt tudom, hogy az a legutóbbi vlog volt az. Kérdezz felelekbe. Volt egy kurva jó ötlet. A Lego. Igen, ami olyan kurva ötlet volt, és tényleg alá spontán jött be, hogy dolgozunk rajta, hogy az legyen a következő live. Így van, tehát nagyon dolgozunk rajta, hogy a legós livestream legyen a következő. Hogy mikor, azt nem tudjuk. Ami egyébként, akármennyire lelombozó, az annyi lesz. Ja, valószínűleg legózni fogunk. De ez nem lelombozó, nagyon sokan örültek neki. Tudom. Az egész egy csettel beszélgetős, közben legózós stream lesz, és nem lesz játék. Így van. És de, mert a legó is az. De az nem játék, az szenvedés. Tudod, hogy nem. Művészet, nem szenvedés. Művészet, igen. Koncentrálni kell, hogy... Na, majd megnézem. Én csak nézni foglak, hogy nyomani, mert a csetet olvasom. Majd lehet egy-két izét rányomok én is. Kis legyen. Na jó. Nagyon sok üzenetet kapunk Facebookra videók alá, hogy már nagyon régóta nem tudtok rendelni, mert nincs raktáron semmi. Ez félig igaz. Srácok, az a helyzet. Szóval egyrészt igaz, mert nincs raktáron semmi nagyon régóta, de másik rész nem igaz, mert tudtok rendelni egyébként. Ezt most magyarázd el, mert úgy fogalmaznám, hogy előrendelni. Előrendelni. Szóval ez így igaz, januárban nem volt raktárkészlet, illetve annyira kevés volt, hogy ami volt, az elfogyott nagyon hamar, és mostantól azt üzenték nekünk, valahonnan fentről üzenték, hogy beáll a rendszer, két hetente lesz raktárt feltöltés, és tudtok folyamatosan rendelni. Ja, de a lényeg a következő. Na mondom a lényeget akkor. Mondom a lényeget. Tehát ahogy mindannyian tudjátok, most már nem személy szerint mi foglalkozunk a webshoppal. Ez is egy fontos, igen. Ezt nem tudunk sem. Arról, hogy nem minden okés. És szólunk, külön szólni fogunk Facebookon, vagy akár videóban, amikor tól mindennek faszának kell lennie. Így van, jó. Kösz. Akkor amit én mondtam, jó. Azt kivágom majd. Miért? Hát ez felesleges volt. Nem, ez egyáltalán nem volt felesleges. Jó, az a háttérsztori volt. Az a háttérsztori volt. Ez még a fontos. Van, tehát így elmondasz valamit, és utána megjön szűrve, és ezért berögződik. Ez amúgy jó, ez egy így kell tanítani amúgy. Igen. És ez nem tudom, hogy kell. De tényleg így kell. Jó, ez a fasza. Most egyébként például én pontosan úgy érzem, hogy kibaszottul sajnálom, hogy egy kamerához beszélünk, nem tudom, hogy vagy vele. Én is, basz, és annyira király lenne, hogyha így szólnátok, hogy ja. Igen, mert tudjátok, ez olyan, mint mikor így... Vágjátok, mint mikor van egy kézzel készült ajándék, és odaadjátok valakinek, és látni akarjátok az arcán, hogy milyen reakciót vált ki belőle, majd elmondja, hogy mennyire tetszik, ő elmondja, hogy mennyit dolgozott rajta, ő elmondja, hogy igen, még kurva jó. Na, mi nem ezt csináljuk, hanem mi postán küldünk ilyen ajándékot, és nem látjuk azt, amikor kibontják. Igen. És ez kurva szar! Igen. Úgyhogy... Úgyhogy most már ez lesz a szokás, srácok, szóval hogy amikor... Ez a gumi szarba! Elindítjátok a videót, akkor kapcsoljátok be a kamerát. Töltsetek fel reakciókat. Nem. Reakció videók. Nem kell, vicceleg. Igen, utolsó dolog. Bocsi már, hogy így csapangunk, csak annyi mindent szeretnénk nektek minden nap mondani, és utána össze kell tömörítsük egy ilyenbe. Ez igazából... is egy ilyen tök rövid vlog amúgy. Puh, ja, meg vissza kell emlékezzünk rá, hogy mit akartunk mondani, igen. Nagyon köszönjük nektek azt, hogy iszonyatosan ismertek minket, és nagyon sok helyen, úgymond helyettünk is reagáltok dolgokra. Igen, ez nagyon... Nagyon sokszor, nagyon helyesen. Ez valami eszméletlen. Olyanokat szoktunk mosolyogni, meg röhögni rajta, hogy eszméletlen. Kurva jó, tényleg. Hogy történik valami, vagy megkérnek minket valamire, és csak hogy megjelentek ott, és pontosan ugyanazt mondjátok, amit mi is mondtunk volna. Na, nagyon sokszor jártam, így válaszolni akartam, tudod, és már látom, hogy van két reply. Ma van két reply! És az! Közületek valaki így arabaszta, hogy hallod, nem ismerők, ők ilyet nem. Ennyi. Köszönjük. Ez iszonyú menő. Köszönjük. Igen. Ez iszonyú menő egyébként, igen. Mindegy. Szóval, az a helyzet, ezt nyomjuk, ez a nagy terv, ezzel fogunk tovább menni, ameddig csak bírjuk. Úgy néz ki, hogy bírjuk, ez volt a tesztüzem, ugye most már működnie igen. kell. Az év hátrajövő részében pedig a meglepetéseket pedig majd megosztjuk veletek, amikor aktuális lesz. Mert lesz egy pár. Igen, lesz. Nyomjuk tovább, srácok, ígérjük, hogy nem fogunk csinálni. Tehát igazából semmi olyat, amit nem várnátok tőlünk. És a legfontosabb, igyekszünk mindig arra törekedni, hogy mindig tudjátok, hogy mire számíthattok. És akkor nem lesz semmi gáz.
Oké? Okay? Hogyha valami nagyon új dolgot szeretnénk csinálni, mindig szólunk majd előtte. Nem pedig az lesz, hogy egyszer csak majd ilyen mit tudom én, színes cukorkávés videókkal jelentkezünk meg ilyenek. Nope. Nyomjuk ezt. Ezt mi szeretjük, ezt ti szeretitek. Ez így pont jó. Igen, volt egy másik dolog. Érkezett több irányból is kihívás felénk az utóbbi fél évben. Igen. Az egyik a KD csapattól jött. Mi volt az, várjál, az a Oreo? A csípős Oreo kihívás. Igen, volt egy kihívás. Mi köszönjük ezt a kihívást nekik. Köszönjük KD csapat. Tényleg köszönjük nekik ezt a kihívást. De ti is tudjátok, hogy mi nem szoktunk ilyeneket csinálni. Időnkben se nagyon fél bele, meg amúgy is. Vagy nem amúgy is, hanem amúgy sem. Basz meg, nem tudom beszélni. Mindegy. De tényleg nagyon rendesek tőletek, nem tudok beszélni, hát régse, ezt most elkaptam. Szóval nagyon rendes van tőletek, hogy kívtatok minket, tényleg. Meg gondoltatok ránk, ez tök jó. Igen, köszönjük szépen, de nem csinálunk ilyeneket. Így van, de látom, hogy ti nyomtátok, fasza volt amúgy. Tényleg? Csíva, csípős szar volt, alatt meghaltak. Fogja szarnak! Rágan! Hát a csíp? A csíp az csíp. Nem. Tudom, hogy te bírod azt a szar. Na jó, srácok. Hagyjuk. Jó van. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok nekünk. Köszi. Köszi. Kurva érzés, úgyhogy nyomjuk. Nagyon király. Ha tetszik nektek, amit csinálunk mostanában, meg minden passza, akkor nyomjatok egy lájkot. Nyomjatok. Aki meg nem iratkozott fel, az nem emiatt fog. Igen, aki meg nem tetszik, az meg nyomja a dislike-ot. Mi? Látjuk, hogy aki nem tetszik, az dislike-ol. Ha nem mondod, akkor is lesz. Hát amúgy is, valaki egy automatizmus, így feljön egy új videó, és így dislike. Haha! Benyomtam! Biztos van ilyen, na mindegy. Srácok, tényleg köszönjük szépen mindent. Köszönöm mindent nektek. Köszi. És legközelebb találkozunk. Igen. Sziasztok. Igen, hello. Ez mi volt? Nem tudom, csak úgy rögtem, hogy integetsz, és közben ránézem. Sziasztok.